Igazi üdvrivalgás és vastaps köszöntötte Karl Erik Böhnt, az Audi Eto új vezetőedzőjét a szerve esti találkozón, melyen egyelőre csak békés megfigyelőként vett részt a mester, a lányokat Danyi Gábor másodedző dirigálta. Nem volt kifejezetten könnyű feladat, mert a zöldfehérektől Lunde, Löke, Lekic, Radičević, Amorim és a még mindig lábadozó Vértem mellett a junior válogatottak is hiányoztak, így több ifikorú debütánsa is akadt az Etónak. A zöldfehérek ezzel együtt is 5-0-ás rohanással kezdtek, és a vendégek csak a 6. percben tudtak betalálni Pálinger kapujába. Az első félidőt 7 gólos, 18-11-es forral zárták a hazaiak, és az egyik debütáló Sirián Szederke már ekkor megszerezte élete első felnőtt NB1-es bajnoki gólját. A második játékrész 6. percében aztán a szlovén Anna Gross góljával már 10 volt a különbség, így még több lehetőséget kaphattak a fiatalok. Például a két másik debütáns Virág Noémi, aki az Eto 38. gólját szerezte, és Tóth Gabriella, aki az utolsó találatnál volt a befejező ember. A végeredmény még egy alacsony színvonalú találkozón is 39-25, vagyis az új tréner győztes találkozón mutatkozott be. Úgy vélem, Csaba remek munkát végzett, és csak egy kicsit más stílus szeretnék képviselni a Győr trénereként a meccsek során. Néhány eltérés ugyan lesz majd az edzésmunkában, kevesebb edzést tervezek és több kézilabdát, mondta Karl Erik Böhn. Az Audi Eto következő mérkőzését jövő pénteken este játssza hazai pályán a Dunaújváros ellen.